Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Ránk hangolódtak? Akkor neki kezdünk. Az Echo TV budapesti stúdiójából jelentkezik a higgadt, mérsékelt és megfontolt házigazda, Bájer Zsolt. Jó estét kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a stúdióban, és természetesen odahaza a képernyők előtt. Vágjunk is bele, ma igyekszünk egy kifejezetten szórakoztató sót összehozni, bár a legelején napra készek leszünk, és kevésbé szórakoztatóak, úgyhogy hajrá! Azért mondtam, hogy napra készek leszünk, mert ugyebár a műsort azt mindig pénteken rögzítjük, így van ez ma is. És a mai friss, ropogós hír, ugye ma reggel arra ébredtünk, hogy 60 fideszes országgyűlési képviselője, aki egyszeres, mint államtitkár is, 1,2 milliárd forintot tart egy offshore számlán. És az offshore cége ennek a fideszes államtitkárnak és képviselőnek, ez ráadásul, nem is tudom, 60-ba van bejegyezve. Körülbelül ennyit tudunk. Ezt írták meg a balliberális lapok, és akkor, ha megengedik, felolvasnék ezzel kapcsolatban egy reakciót, egy reagálást. Ugyanis Szabó Zsolt, az érintett államtitkár, a következőt, közleményt jelentette meg az eset kapcsán. A mai napon a sajtóban megjelent hamis vád, mely szerint én a tulajdonosa vagy igazgatója lennék egy olyan offshore cégnek, amelynek számláján nagy összegű készpénzt tárolnak, hazugság. Ez nem más, mint Simicska Lajos és pártjának, a Jobbiknak szervezett lejárató akciója. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy sem nekem, sem feleségemnek, sem hozzátartozóimnak nincs a tulajdonában a 60-i irodaházba bejelentett offshore cég, és abban semmilyen tisztséget nem viselünk. Az ügyben feljelentést teszek mindazok ellen, akik a fent leírtakkal vádolnak, és minden olyan médium ellen is, amelyek az említett vádakkal illettek. Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő. Tartozzunk már az igazságnak annyival, hogyha ilyen vádak és állítások jelennek meg, akkor legalább mi ismertessük azok cáfolatát is. Ugye már ez egy egyszerű képlet. Most van egy A állítás, van egy B állítás, meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Minden esetre Szabó Zsolt viszonylag egyértelműen reagált. És azt is bejelentem önöknek, meg a kedves nézőknek a képernyők előtt, hogy jövő héten interjút fog adni nekem az a Farkas József, aki Semjén Zsolt ominózus svédországi vadászatát intézte, szervezte, fizette, és ebből az interjúból valószínűleg egy laikus számára is egyértelműen ki fog derülni, hogy micsoda elképesztően szemenszedett, aljas és ocsmány hazugság az az egész, amit ennek a vadászatnak a kapcsán eddig összehordtak. De ez legyen a jövő hét meglepie. És akkor jöjjön, amit ígértem, szórakozzunk egy kicsit. Első nagy nevettetünk, Vágó Gábor, az LMP, nem tudom ki-e, mert ő már egyszer bejelentette, hogy minden politikai tevékenységtől visszavonul, most mint a búvópatak előkerült, és részt vett azon az ominózus, majdnem egy héttel ezelőtti nagy ellenzéki egyeztetésen, amikor is az LMP és az MSZP párbeszéd Gyurcsány hívására, Gyurcsány Fletó lábaihoz járultak, ha még emlékeznek erre. A tárgyalás végeztével pedig az LMP, aki Gyurcsány lábaihoz járult, közölte, hogy ők nem hajlandók sajtótájékoztatót tartani a DK-s logó előtt. Miért mentek oda? Ember nem érti, úgyhogy ők az utcán fognak beszámolni a fantasztikus történésekről, de Vágó Gábor az utcára menet azért belenézett egy kamerába, és érdekes dolgokat mondott. Na ezt nézzük meg.
Maga a gesztus, hogy meghívtak minket, az megsüvegelendő, és köszönjük, hogy meghívtak minket. A pogácsa az közepesen volt, csak száraz, de hogyha én mondjuk részek vagyok, és otthon meghívok egy barátomat beszélgetni, az a minimum, hogy őt is megkívánom. Ugye, viszonylag nehezen félreérthető szavak. Vágó elvtársit nem kevesebben vádolta meg vendéglátóját, Gyurcsány Ferencet, mint hogy a tárgyaláson mata részeg volt. Ennek kapcsán engedjék meg, hogy egyrészt közkívánatra, másrészt csak az élvezet kedvéért nézzük meg még egyszer a rövidített változatát Gyurcsány Fretó matek órájának, jó? Csak hogy összetudjuk rakni a dolgokat, tehát akkor kérem szépen a matematika óra ECHO tévés változatát. Az MSZP és a DK megállapodásának lényege, hogy le kell váltani a DK-t. Nem így van. Úgy kezdjük újra. Az én fejemben nagyon sok szám van. Akarja, hogy számoljunk együtt. 2×3? 6. Ja. Legnagyobb két számjegyű prím szám mennyi maga szerint? 11 segített magának. 11. Igen. Nem. Az a legnagyobb két számjegyű prím szám. Ebben segítettem magának. Mondom, nem. A legkisebb két számjegyű prím száma 11. Ezt csak azért citáltam ide most, mert egyrészt imádom, másrészt pedig ugye ez már egy olyan eset volt, amikor úgy felmerült az emberben a gyanúper, hogy a mi Ferink az nem mindig egészen józan. Bár ne legyünk igazságtalanok, mert ebben a kis monológban egy dolgot kétségkívül eltalált. Azt, hogy 3 + 3 az 6. Ezt hiba nélkül tolta. Amúgy, mikor így az ember elnézi Ferit, meg Vágó elvtársat, amikor elmondja, hogy Feri szerinte hogy nézett ki, nekem mindig eszembe jut. Ismerik a régi székely viccet? Január van, -40 fok, és a székelyek fát vágnak a Hargitán. Rettenetes, zegernye hideg van. És az egyiken nincs sapka. És kérdezi a társa, hogy te komám, a bolond ember vagy, nincsen rajtad sapka, ember. 40 fok hideg van. Megfagysz, mit csinálsz? Jaj, koma, ne viccelj, már tudod, hogy a balesetem óta nem hordok sapkát. Baleset? Tavaly ugyanitt vágtuk a fát. Ugyanígy zegernye 40 fok hideg volt. Rajtam volt a jó kis füles sapkám. Szóltak, van pálinka, és én nem hallottam. Na, láttak mostanában Ferencen füles sapkát? Na ugye, mondtam én. Minden mindennel összefügg, tisztelt hölgyek, urak. És akkor, hogyha túlestünk Ferin és Vágó Gáborom, akkor egyet ugorhatnánk. Hallgassuk meg Karácsony Gergely testvérünket, aki ugye 2014-ben elnyerte Zugló polgármesteri tisztségét, és mint minden választáson megválasztott polgármester, ő is letette polgármesterként a hivatali esküt. Hallgatózzunk bele Karácsony Gergely testvérünk hivatali esküjébe. Ezután következne a polgármesteri eskütétel. Akkor megkérném Karácsony Gergely polgármestert, hogy mondja utána az esküszövegét. Én Karácsony Gergely. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Budapest főváros 14 kerület Zugló. Fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen, illetve meggyőződés szerint. Feltételezhetően az Isten engem úgy segéljen nem hangzott el, de mint a felvételen tisztán hallható, tehát az elején, becsületére, lelkiismeretére esküszik Magyarországra és annak alaptörvényére. Ugye ezt mindenki hallotta. Akkor nézzük meg Karácsony Gergő elvtárs produkcióját a Minap az ATV stúdiójában. Miniszterelnök jelölt úr, hogy lesz miniszterelnök, ha nem esküszik fel az alaptörvényre? Anélkül, hogy esküdtejen valaki, tudomásom szerint nem töltheti be ezt a pozíciót. Szerintem, hogyha valakit megválasztanak, megnyeri a választást, és azzal nyeri meg a választást, hogy kijelenti, hogy nem fog esküdteni az alaptörvényre. Már pedig ezt ma kijelentette. Ma kijelentettem. Nem tudok arra az alaptörvényre felesküdni, ami a magyar népet megfosztotta a szabadságát. De hogy fogják beiktatni így? Azt fogom majd mondani, hogy az alkotmányra esküszöm. És majd a jogászok majd vakarják a fejüket, de engem ez nem érdekel. Az a jog, ami nem az erkölcs alapjánál... Ez egy ilyen alapján, kis kurucos huncutság? Ez egy nem kurucos, kuruclabancos egyszerre. Szóval ez nem. Ezt vegyük komolyan, Az alaptörvény, nem ezt alkotmánynak, ami az egész demokratikus intézményeinknek a foglalata, ami annak az alapszabálya, hogy mi közösen hogyan alkotunk egy magyar nemzetet, egy köztársaságot, azt nem pártok írják meg, hanem azt közösen írja meg a magyar nép. Ma Magyarországnak olyan alaptörvénye van, ami nem legitim, ami az én értelmezésem szerint politikai erkölcs értelme semmi. Ézgi mi? Nem is tudja az ember hirtelen honnan kezdje. Kezdjük a végéről. Gergely szerint az alaptörvény nem legitim, mert nem a magyar nép írta. Azt melyiket írta a magyar nép? Tegyük fel ugye mindjárt ezt az első kérdést. Ugye volt egyszer itt egy ilyen Rákosi féle alkotmány, aztán jött a rendszerváltás, azt a parlamentbe bejutott pártok, azt ott megtódozgatták, fódozgatták, meg előtte, még mielőtt sor került az első szabad választás, ellenzéki kerekasztal, pártok összeálltak, azt csináltak valamit. Nem írtak új alkotmányt, a meglévőt átalakították. Azt is pártok írták, ugye? Első pont. Na de ez elhanyagolható ahhoz képest, hogy bemegy ez az alak egy tévéstúdióba, és nagy hangon kijelenti, hogy ő nem hajlandó felesküdni Magyarország alaptörvényére, miközben föl van rá esküdve. Úgyhogy megengedik, hogy most kivételesen pár szót szóljak Gergelyhez így közvetlenül, szóval. Az a helyzet, Gergely, ha nézed az adást is, ha most nem is nézed, de hidd el, nézni fogod. Szóval az a helyzet, hogy becsületedre felesküdtél Magyarország alaptörvényére, majd 4 év múlva közölted, hogy te nem vagy hajlandó felesküdni rá. Pont ennyit ér a te becsületed, Arany Karácsony Gergely barátom. Neked nincsen becsületed, nincsen lelkiismereted. Te egy ócska szarember vagy. Ez a helyzet. Így is neki lehet futni. Így is természetesen. Neki lehet futni választásnak és minden egyébnek, csak ezt tudni kell, ezt rögzíteni kell, jó? Ezt így gondoltam, elmondom Gerinek, hogy holnap vagy holnap után a sajtószemle keretében majd megkapja. És akkor, ha már becsület és lelkiismeret nélküli emberekről beszéltünk, akkor nézzünk egy másikat ebből a fajtából, csak most a Jobbikból. Jobbiknak második embere ma Janicak Dávid, Ózd város polgármestere. És azon túl, hogy Ózd jobbikos színekben megválasztott polgármestere, ezen túlmenően Janicak Dávid, tehát Vona Gábor közvetlen helyettese, meg alelnök, meg még egyszer mondom, a Jobbik második embere. Hála jó Istennek, hogy itt körülnézek a stúdióban, fiatalkorú nincs. Most szólok, aki otthon nézi, és esetleg kiskorú gyerek is van a szobában, azt most küldjék ki. Tényleg, ez nem vicc. Ugyanis most meghallgatunk egy kis hangfelvételt arról, hogy Janicak Dávid, Ózd jobbikos polgármestere,
milyen tónusban értekezik saját beosztottjaival, inkluzíve a vonatkozó hangfelvételen a saját kabinetfőnökével és titkárnőjével. Egy hölgyel beszél a polgármester úr, hallgassuk meg. Ugyebár nem tudom, mennyire hallották, ki is sipoltuk, nem tudom, mennyire látták a feliratot. Tehát azt mondja a polgármester a saját beosztottjának, hogy száraz m-vel m-be üzlek. Tudnak követni? Tisztelt hölgyek és urak! Ez a kis hangfelvétel lassan 48 órája kín van a placon. Hallottak önök arról, hogy mondjuk Sárosdi Lilla művésznő és az egész Me Too kampánya örjöngve követeli a jobbikos Janicák Dávid lemondását? Esetleg tüntetnek az Ózdi Városházán Janicák Dávid ellen, aki ilyen elképesztő, suttyó, büdös bunkó, ócska lumpenproli módon beszél a saját beosztottjával? Nem hallották? Érdekes, én se. És most pontosan azért is gondoltam, hogy beszéljünk erről, nem azért, mert különösebben kedvem van Janicák Dávid lelki világában turkálni, főleg gumikesztyű nélkül. Na de emberek, ez az ember polgármester. Ez az ember, még egyszer mondom, a beosztottjával beszél. Tehát itt nem pusztán arról van szó, hogy egy nővel szemben mit enged meg magának, hanem arról van szó, hogy itt egy függelmi helyzet van. Ez a szerencsétlen nő a beosztottja. És a beosztottjával szemben enged meg magának ilyet. Aki így beszél egy nővel, így beszél egy nőről, azt azért rögtön rögzítsük. Az leginkább nem férfi. Mert férfi így nővel nem beszél, igaz? Ez nem férfi, ez az alak valószínűleg férfiasságának kóros hiányát pótolja azzal, hogy a nőkkel és ezen belül a saját beosztottjaival ezen a penetráns és minősíthetetlen hangon beszél. Nem férfi, nem politikus, nem polgármester. Keresgélem a szavakat, hogy is mondtam az előbb. Ez egy ócska szarember. Pont olyan, mint Karácsony Gergő. Ne tévedjünk, ne próbáljunk félrenézni. Ezeket a dolgokat ki kell mondani. Egyébként ezt akkor is ki kellene mondani, ha történetesen nem szügyig gázolnánk a választási kampányba. És történetesen nem ezek az erkölcsi piadesztál magasságából elmondják, hogy mi micsoda alakok vagyunk. Na akkor nézzük csak meg ezt az erkölcsi piadesztált a végére. Hallgassuk csak meg, hogy másik jobbikos képviselőjelölt éppen mire próbálja rávenni képviselőjelölt társát Kiskun Halason. Biztos, hogy nem fognak egy Fidesz támogatni, és biztos, hogy egy Gyurcsány fan DK-st se fognak, úgyhogy nem marad nekik más. És mondom, tehát nekem minden szavazat számít, mert én bízok abban, hogy azért, és nem akarok, tehát most is úgy fogalmazok, hogy csoda kellene, hogy nyerjek. Hát igen, csak vágod, én meg, ha már minusz 10-ben itt végigszám vettem ezt az aláírásgyűjtést, meg oda-vissza rohangáltam, majd nem kevés pénzembe is került az, hogy én most itt kocsikáztam föl alá, meg az embereket. Na, szóval érted. Nátok nem kapjátok meg a jelölti támogatást? Hát majd. De az hogyha visszalépek, akkor nem kapom meg. Igen. És én már megrendeltem a plakátjaim, mindent, szóval nekem ez már egy 600 ezerben nincs benne, akkor... De ezt utána fogják ugye kiutalni. Vagy március 20 után.
Úgyhogy ezért cink, mert akkor így igazából most azokkal mit csináljak, hogy onnan fogom kifizetni, érted? Uh-huh. Szóval ez így... Miért, ha kifizetjük, akkor visszavész? Hát, nem, erről van szó nyilván, meg azért, na, ez kicsit azért erős volt. No, hát ez ugye az ő erkölcsi magaslatuk. Kifizetjük a zsét, visszalépsz, hm? Te sóka. És azóta az is kiderült már, hogy független kisgazdapárt, most teljesen mindegy, hogy a független kisgazdapárt mekkora erőt képviselnek egyáltalán, van-e vagy nincs, 12 helyen regisztrált jelöltet állítottak. Most nyilvánosságra hozták azt a szerződést, amit a független kisgazdapárt megkötött a Jobbikkal. Hogy ne részletezzem, az a lényege, hogy a Jobbik Simicska pénzéből felajánlotta, hogy finanszírozzák az irodájukat, a működésüket, erre kapnak lét, arra kapnak lét. Egy feltétel van, mind a 12 helyen lépjenek vissza a Jobbik javára, és ezt nyilvánosan jelentsék be. És hogy miért mondom, hogy Simicska pénzéből, miközben ezt Váltik tagadják? Vagy nézzék meg, most, hogy a felvétel készül, még annyira friss a hír, hogy még nem járta be a sajtót, de befogja, ugyanis az Origó lefényképezte most, a napokban Szabó Gábor jobbikos pártigazgatót, és Sön Péter jobbikos nem tudom milyen atya úristen, akik éppen kilépnek Simicska Lajos híres hírhet irodaházának kapuján. Biztos a friss komatálat vitték az utolsó disznóvágásból. Tuti nem zséjér voltak, á dehogy, ugyan már. Hát például a kisgazdapártot, meg a megvesztegetni kívánt LMP-s jelölteket valószínűleg a Vona Gabesz fizeti zsebből, ugye? Hű, de sok mindent tudnék még mondani, például arról, hogy hogyan lettem egyszerre orosz, angol és izraeli titkos ügynök, de ezt tegyük át a jövő hétre, jó? Mert már nincs rá idő. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Önöknek is köszönöm a figyelmet, az első rész itt véget ért, messzire ne menjenek, mert rövid szünet után folytatjuk, a vendégem pedig Kövér László lesz. Folytatjuk a műsort, vendégem a stúdióban Kövér László, az országgyűlés elnöke. Szervusz, elnök úr. Szervusz. Tudom, hogy hasonlóképpen hozzám, neked is az egyik vesszőparipád az identitás vesztés. Nem tudom, hogy te milyen körben látod az identitás vesztést fenyegető és végzetes problémának, és veszélynek. Én szerintem az egész nyugati civilizáció szenved ebben a betegségben, és azt is gondolom, hogy anélkül, hogy most megbeszélnénk egy 500 éves történelmi távlatot, de azt is gondolom, hogy ez egy 500 éves folyamat eredménye. Az 500 év azért kínálkozó alkalom, ugye, mert tavaly ünnepeltük a reformáció 500. évfordulóját, és ha onnan indulunk el, mint szegeletkőtől, előre kimondva, hogy a reformáció és Luther Márton és a protestantizmus önmagában semmiért sem felelős. El is vártam tőled. Azért az iszonyatér, ahova Európa jutott. De hát sajnos, ahogy Madács az ember tragédiájában már megírta, ugye az ember mindenből képes komplet elmebajt csinálni, ha elég ideig bíbelődik vele. És így lett protestantizmusból felvilágosodás, abból liberalizmus, mint a nemzetállamok kialakulásának ideológiája és filozófiája, és ebből lett az, amiben ma élünk, hogyha nagyon egyszerűen. Mint a nemzetállamok felszámolásának ideológiája. És pontosan az a, így van, ha megnézem a mai nyugati embert, azt látom, hogy
elvették tőle a vallási identitását, a nemzeti identitását, a családi identitását, és most utolsó körben épp a szemünk előtt veszik el a nemi identitását is azzal, hogy a gender ideológia jegyében már éppen 72 nemi identitást adtak neki. A természetes kettő. Ilyenkor? 72? 72, igen, ez a legutolsó híre. Az az én kérdésem hozzád, hogy te hogy látod, egy ilyen identitás nélküli világ és egy ilyen identitás nélküli homo sapiens egyáltalán életképes? Hát ez költői kérdésnek sikerült, mert elég egyértelmű válasz, hogy nem. Jó, de akkor mi ennek a következményes a folyománya? Észhez térünk, vagy csöndbe lassan elpusztulunk? Először is, ha megengeded, azért a felvezetődre reflektálnék egy kicsit, és valóban reformátusként nagyon nehezen viseltem volna, hogyha bármilyen erkölcsi felelősséget a reformáció elindítóira próbáltál volna tekintetben hárítani, és az az év, amit megrajzoltál, azzal alapvetően persze egyetértek, de azért minden bonyolultabb, hiszen 500 éven keresztül, hogyha egy bizonyos irányba halad a világ, akkor talán összetettebb problémáról van szó, mint sem arról, hogy az szellemi elit egy némely tagja, az megbolondult, és aztán valahogyan, valamilyen rejtélyes módon hatása alá gyűrte az összes többit, meg aztán egész társadalmakat bolondított meg. De kétségkívül ez egy izgalmas kérdésfeltevés, hogy hogyan erősítették különböző folyamatok egymást úgy, hogy aztán a végén ott tartsunk, ahol most tartunk. Én a két világháború közötti időszak, meg aztán a második világháború után egy demokratikus két esztendő kisgazdapárti politikájára, meg annak a arcpolitikájára, arra a három szóra utalnék vissza, ami tulajdonképpen megfogalmazta a politika lényegét, pontosabban minden tisztességes ember szabású politikának a céltételezéseit, és ez a három szó az Isten, haza, család, ugye mindenki emlékszik erre, és te pedig ezt egy negatív oldalról soroltad föl, hogy mindez, amit a politika el akar tőlünk venni, és bizonyos értelemben már ez szinte múlt időben is mondhatjuk, hiszen ha megnézzük azt, hogy Londonban 2001 óta 500 keresztény templomot zártak be érdeklődés hiányából, tehát még nem valamiféle ateista terror. Nem erőszak. Igen, nem valami ateista vagy fundamentalista muszlim terrornak a következtében, hanem az érdeklődés hiányában 500 templomot hagytak el a keresztények. Ezzel párhuzamosan 423 mecset nyílt. A imádkozó keresztények, templomba járó keresztények száma Londonban és a mecsetbe járó muzulmánok száma hasonló lesz 820-830 ezer, azzal a jelentős különbséggel, hogy a templomba járók átlag életkora valószínű 60 év fölött lesz, míg a mecsetbe járóké 30 év alatt. Ha megnézzük azt, ami ismerünk, ugye, hogy Bécsben a tavaly ősszel az első osztályokban több muszlim gyereket irattak be mint bécsi katolikus iskolákban, mint katolikust, akkor itt látjuk, hogy az a törekvés, hogy elvegyék tőlünk az Istent, kijöjjék a gondolkodásunkból, a mindennapunkból, a tudatunkból is, sőt, most már egyfajta fenyegetésként, vagy egyfajta intoleranciaként állítsák be azt, hogyha nem vagy hajlandó feladni ezt a fajta identitásodat. Szóval ez egy olyan végkifejlett, amitől nagyon nehéz lesz visszafelé indulni. És ez Magyarországot sem kerüli el, hiszen ugyan még a legutóbbi népszámlálások eredményei azt mutatják, hogy sokan érzik úgy, hogy valamiféle vallásos kötődésük van, de ezeknek egy töredéke jár templomba, tehát egy töredéke gyakorolja is a hitét, nem csak úgy valamiféle homályos köteléket érez, de azért az is fontos, teszem hozzá, mert innen még van visszaút, hogy az legalább egy kulturális önazonosság. Így van. És a közöm a kereszténység. Pontosan, és tehát addig még, amíg ez megvan az emberek többségének a fejében, lelkében, addig még van visszafelé út, és Magyarország lakóinak
nagyjából a 80%-a, tehát több mint a háromnegyede nyilatkozott úgy, nem olyan régen egy felmérésre adott válaszában, hogy fontosnak tartja az ország számára a keresztény kulturális gyökerek megőrzését, független attól, hogy ő egyébként adott esetben még ateista is lehet ezek között, de semmiképpen nem jár a többség templomba. Hogyha a hazához való kötődés erősségét nézzük, akkor ez a szerintem még a valahol mélyben szunnyadó legnagyobb erő, még azokban az országokban is, ahol olyan viták zajlanak, mint Németországban, hogy a zöldek egy tartományi ifjúsági szervezete azt javasolta, hogy tiltsák be a futballmeccseken, válogatott futballmeccseken a nemzeti zászlókat, beleértve a német zászlót, mert hogy ez úgymond kirekesztő mindenki mással szemben. Tehát az elmebaj már elérte a fiatal generációk politikai elitjét, de én azt hiszem, hogy itt van még meg a legtöbb ösztönös kötődés ahhoz, hogy valakihez szeretnénk tartozni, és még ez az, ami leginkább erőfeszítés nélkül, mert azért lássuk be, hogy a hitbéli kötődéshez kell lelki-szellemi erőkifejtés. Tehát el kell gondolkozzál rajta, el kell menni templomba, olvasnod kell a Szentírást, imádkoznod kell, tehát azért az egy, szabad így mondom, macerás dolog, de a nemzethez való tartozáshoz elég egy futballmeccs, hogy érezd, hogy tartozol valahová. Most, hogy aztán az mennyire tartalmas, mennyire nem, mennyire felszíni, mennyire nem, az egy más kérdés, de konfliktus szituációkban egészen biztosan működőképes. És aztán, ha megnézzük, hogy milyen állapotban vannak a családjaink, akár Magyarországon, pláne Európában, amit legjobban a demográfiai számok mutatnak, akkor azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen a család intézményének a fundamentális jelentősége is megkérdőjeleződött. Itt megint van, hál' Istennek, azért örömteli fejlemény is, amire talán lehet a jövőt alapozni. Azért Magyarországon az elmúlt néhány év családpolitikájának következtében mégiscsak egy kicsit javultak a demográfiai mutatóink. Hosszú idő kell ahhoz, hogy egy irányba mutató, kitartó és konzekvens családpolitikával meg is lehessen fordítani ezt a 1980 óta zajló fogyási tendenciát, de az, hogy egy-két év alatt sikerült elérni azt, hogy egy kicsit az 1,29 századról 1,5-re ment fel a termékenységi mutatónk, azért az mégiscsak biztató, ha ehhez hozzáteszük, hogy csökkent jelentősen az abortuszok száma, ami meg talán még többet mond, hogy viszont nőtt a házasságkötések száma, akkor megint azt mutatja, hogy az anyagi feltételek biztosítása mellett, ami felé jó ütemben haladunk, hogy ne legyen a gyermekvállás automatikusan a szegénységvállása egyúttal, amellé lehet egy mentális fordulathoz szükséges erőfeszítést is párosítani, de az a rossz hírem, vagy jó hírem van, nem tudom, az a hírem van mindenki számára, hogy nehogy azt higgye, hogy ez a politika kompetencia körébe tartozik. Tehát, hogy a politika ezt meg tudja oldani. Ez a leginkább fontos momentum, amire föl kell figyeljünk, hogy egy újabb szintet kell lépjünk szerintem a politikában a 2002-eshez képest. Akkor alakult ki a polgári választóközösség a szó szoros értelmében, érték, meg mentális közösség értelmében. Rájöttünk arra, hogy több kell a politikához, a demokráciához, mint sem, hogy 4 évente eltaláljuk a helyes választ, hanem ott kell lenni az utcán, ha kell, mások ajtajánál, ha kell, baráti beszélgetésekben. Most szerintem a következőben adja a Jóisten, hogy ezt a választást sikeresen abszolváljuk. Utána nem csak a politikai munkát kell folytatni, hanem ennek a politikai közösségnek tudatosítania kell azt a szerepét, azt abban rejlő felelősségét és fontosságát, hogy egy mentális fordulat nélkül az ország nem fogja túlélni ezt a századot. Most Európa nyugati részéről meg azért nem beszéltem, mert azok mind rosszabb helyzetben vannak, tehát tulajdonképpen vagy mi, nekünk sikerül magunkat megváltani, és ez egy kiinduló pontja lesz egy európai reneszánsznak, vagy pedig, ha mi elbukunk, akkor szerintem Európa nyugati felének kevesebb az esélye arra, hogy megújuljon. Ugyanezt a gondolatmenetet tovább folytatva, és mondjuk a nyugati civilizáció állapotát viszonylag egyszerűbben elképzelve. Azt szoktam még mondani, hogy ma a nyugati civilizáció embere
azt a két alap ösztönét veszítette el, amely két alap ösztön nélkül egyetlen élőlény sem maradhat életben. Ez volna ugye a fajfenntartás ösztöne, meg az önfenntartás ösztöne. De amikor ezt a mondatot kimondom, akkor rögtön helyesbítenem kell, mert pont a te gondolatmeneted, amire a végén kijutottál, azt akarnám megerősíteni, hogy én úgy látom, hogy az önfenntartási ösztön legalább Európa közepén és keleti felén megmaradt. És azt is látom, hogy Európa ma pont ugyanolyan megosztott, mint volt az rettenetes emlékezetű fal állásának idején. Akkor volt egy politikai, katonai és minden egyéb megosztottság, most van valamiféle mentális megosztottság. Hiszen egy unióba tartozunk már majdnem mindannyian, de az önfenntartási ösztön az mégiscsak itt működik, még nálunk. Teszem hozzá valószínűleg köszönhetően annak, hogy mi 4 évtizedig a fal rosszabbik felén éltünk, és nem részesültünk abból a felfoghatatlan jólétből, amiben a nyugatiak részesültek, és ez aztán el is vette némiképpen az eszüket. Mondhatjuk azt, hogy ennek az önfenntartási ösztönnek, az önfenntartási ösztön meglétének az egyik fő próbája lesz április 8-a? Hát éppen ez járt a fejemben, miközben ezt kezdted mondani, hogy azért erre, hogy az önfenntartási ösztönünk megmaradt, erre majd április 8-án éjjel kocincsunk egyet, tehát addig csak bízunk benne, hogy így van, és persze relatíve éppen az általad most is említett nyugathoz képest szerintem jobb állapotban vagyunk, jobb mentális állapotban vagyunk, és valóban bármennyire is hihetetlen ez a történelmünknek köszönhető, beleértve a 20. század második felét is, amikor mi voltunk a váltságdíj azért, hogy a tőlünk nyugatabbra lévő országok azok élvezhessék a szabadságot és a jólétet. Megjegyzem, éppen a minap olvastam egy interjú részletet, amit a CIA egyik volt főigazgatója adott, illetve amit ebből az interjúból idéztek, és hát az orosz, állítólagos orosz beavatkozásról kérdezték az amerikai választási kampányba, és azt mondta, hogy hát mi is beszoktunk avatkozni más országok választásaiba, de nekünk igazunk van, nekünk mi a jó ügy érdekében tettük ezt, teszi hozzá, vagy tette hozzá. Szerintem közben ő is mosolygott, amikor ezt mondta. És fölidézte a, most nem is a közelmúltat, bár azt hiszem ukrajnai szerepelt a felsorolásban, hanem utalt a II. Világháborút követő nyugat-európai választásokra. Tehát miközben Magyarországon a kommunisták 17%-ot kaptak a 45-ös alapvetően szabad és demokratikus választáson, azon közben Görögországban fegyverrel kellett leverni a kommunista partizánokat, hogy ne tudják átvenni a hatalmat, és mind Olaszországban, mind Franciaországban a CIA volt főigazgatójának a beismerése szerint is a CIA beavatkozása kellett, hogy szabad választásokon Franciaországban és Olaszországban ne nyerjenek a kommunisták. Tehát miután a nyugat stratégiai érdeke volt Görögország megtartása és megmentése, nem beszélve az, hogy ne hódítson teret a kommunizmus Nyugat-Európában, ezért tulajdonképpen minket dobtak oda koncnak kielégítendő Sztálin hatalmi vágyai. Tehát innen nézve én azt gondolom, hogy amikor szolidaritásról van szó, amikor erkölcsi húrokat pengetnek a nyugati elvtársak, akik persze ma sem hajlandók a nácizmust meg a kommunizmust egy szinten kezelni, akkor azért óvatosabban tenném ezt a helyükbe, mert ha elkezdünk erről beszélgetni, akkor elég érdekes kérdéseket lehet föltenni nekik, hogy mondjuk mit is keres a büntetett országok között az a Lengyelország, amelyik több katonával harcolt a II. Világháborúban a szövetségesek oldalán, mint Franciaország, és nem volt Visi Lengyelország, azt azért el szoktam mindig mondani. Na de visszatérve itt egyéb dolgokra, hát mikor először jártunk ugye a rendszerváltozás után Székelyföldön, akkor számos olyan megnyilatkozást lehetett hallani a Magyarországról átlátogatottak közül, hogy hát mennyivel jobb magyarok az ottaniak. Ami most alapvetően, ne vitassuk, hogy ez bizonyos értelemben ilyen kis nemzeti romantika is volt ebben, meg hogy romlott a helyzet, mert hát mindaz a
kultúrmocsok elérte azokat a területeket is, amelyek attól el voltak zárva. De kétségkívül ez tény, hogy az erdélyi magyarok és azon belül is a székelyek sokkal erősebben ragaszkodtak a saját nemzeti azonosságukhoz, sőt a saját vallási identitásukhoz, sőt a saját családjaikhoz. Tehát a hagyományos családi kapcsolatok ott sokkal élőbbek voltak, mint mondjuk 90-ben Magyarországon. És ennek az volt az oka, abban a borzalomban rejlett ennek a gyökere, amit Ceausescu rendszernek szoktunk apostrofálni. Tehát amikor az emberek, meg az emberek közösségei külső nyomás alatt vannak, akkor van bennük egy ilyen öntudatlan reflex, egy ösztön, hogy összekapaszkodjanak, hogy tíz körömmel kapaszkodjanak abba tulajdonképpen irracionális, imaginárius valamibe, talajba, amit kútrának nevezünk, hogy megőrizzék az identitásukat. Tehát érdekes módon ez bennünket előnybe hozott most ez az 50 év, aminek számos tragikus fejleménye volt természetesen, és sok mindent lehetne erről is beszélni. Igen. Mostanában már 60 fele közeledve ért meg az ember mondjuk a Bibliából olyan mondatokat pont ennek kapcsán, hogy megpróbálja az Úr azt, akit szeret. Gyerekként nem értettem, hogy miért pont azt, akit szeret? Miért nem azt, akit már eleve nem szeret? Mostanában kezdem megérteni. 3 percünk maradt, és ha már szóba került, hogy ugye, mi az, hogy Lengyelország áll most a szőnyeg szélén, az a Lengyelország, amelyik, meg Magyarország áll a szőnyeg szélén, meg a szlovákok, meg mindenki itt Közép-Európában, meg 7-es cikkely, meg kötelezettségszegési eljárás. Tudom, hogy kicsit le kell szállni mélyebbre az anyagba, de citáljuk már ide, hogy minket vegzálnak mondjuk jogállami problémákkal, meg igazságszolgáltatási anomáliákkal. Hogy néz ki Svédországban az igazságszolgáltatás rendszere ma? Hát döbbenetes hírt lehetett olvasni a magyar sajtóban, mert én is onnan szedtem az információt, hogy egy családon belüli erőszakról zajló perben, ugye ez egy fontos és kiemelt... Hát manapság, csak erről szól minden. Persze. Igen, bebizonyítani, hogy a családok másra sem jók, mint arra, hogy erőszakot kövessenek el. Egymáson. Igen. Meg a gyereken. Igen. Na szóval egy ilyen ügyben egy svéd bíróság nem marasztalta el a megvádolt férjet, akit a felesége, egy muszlim házaspárról van szó, a felesége azzal vádolt meg, hogy rendszeresen és hát jelentős erőkifejtést alkalmazva megvert, igen, mert hogy mondta ki a esküdt bíróság, mert hogy a férj az úgymond jó házból származik, jó családból, és ezért aztán hitelt lehet adni az ő szavának, viszont a nőre ez nem mondható el. Uh-huh. És még megtoldották azzal, hogy már csak azért sem hiteles a nőnek az állítása, amivel vádolta a férjét, hogy rendszeresen veri, mert hogy ez egy muzulmán családban nem így szokás, mármint az elintézés módja az nem ez, hanem a nőnek oda kell menni az anyóshoz, és meg kell kérni, hogy hát szóljon már a fiának, hogy ne verje rendszeresen nagyba főbe, és aztán ez is hitelteleníti a nő vallomását, és aztán így a férjet fölmentették. Ez önmagában érdekes volt, ugye, mert, és ez Svédországban is azért, ahogy mondani szokták, kivert a biztosítékot, de itt jön a újabb csavar, mert aztán lesz még egy, hogy kiderült, hogy hát ebben a 5 tagú asszem esküdt bíróságban 2 muszlim férfi is ott üldögélt, és nyilván az ő szavuk döntötte el a bíróság ítéletét többségi szavazással. Aztán a következő csavar pedig az volt, hogy ezt a 2 muszlim férfit az éppen kormányzó, amúgy bevándorláspárti, nem is tudom milyen, talán centrumpárt, de nincs is jelentősége, svéd párt delegálja, mert hogy egyébként ezeket az esküdteket a hivatásos bírák mellé a pártok delegálják Svédországban. Tehát amikor ezt olvastam, akkor szemüveget cseréltem, hogy jól látok-e. Véletlenül nem folytak-e össze a betűk a szemem előtt, és valamit félreértettem. Mert hogy magam elé képzeltem azt a helyzetet, most hagyjuk is Magyarországot, mert ugye mi ezen már túl vagyunk, ezen az igazságügyi reformról szóló veszekedésen Brüsszellel. De úgy eszembe jutott, hogy a lengyel igazságügyi reform arról szólna, hogy akkor ezentúl mandátumarányosan a pártok delegálják a laikus bírákat, akkor mi lett volna?
Miközben a mostani igazságügyi reform Lengyelországban valójában, mint ahogy a magyar is, Európában létező megoldási modelleket rakott volna össze a 30 évve érintetlen bírósági szervezeti rendszernek a megreformálására. Szóval ez nem is kettős mérce, ez a pofátlanságnak az a szintje, amire az ember nem tudja, hogy káromkodjon, vagy nevessen, vagy sírjon, de én azt gondolom, hogy azért is fontos, hogy 8-a után ez a kormány folytassa a munkát, mert azt a megalázó helyzetet, amiben rendszeresen kényszerülünk, hogy azok oktatnak ki bennünket, akiknek erre semmi erkölcsi alapjuk nincsen. Azok beszélnek itten segélyekről, akik valójában az idefordított Európai Uniós támogatásoknak a többsége, hogy annál többet visznek ki az országból, mint amennyit idehoznak, hogy azok beszélnek szolidaritásról, akik egyébként bennünket nem kérdeztek meg, amikor Európa nyugati felét tönkretették, és hadd ne soroljam, ezekkel szemben azért, ha nem is emelt hangon, de a kellő öntudattal kell beszélni a jövőben is, mert csak ez vezetett eredményre, és hogyha azok kerülnek kormányra, akik ott most, na mindegy, az hagyjuk is, külön-külön is alkalmatlanok, de együtt meg aztán végképp, akkor nyilvánvalóan, hogy az lesz a helyzet, mint ami volt tulajdonképpen 20 évig, hogy megint kukoricára leszünk térdepeltetve, és elnézést kell kérnünk azért, hogy élünk. Márpedig ezért aztán legkevésbé sem szeretnénk elnézést kérni, hanem az elmúlt 500 évünkre is, meg az elmúlt 8 évünkre is büszkének kell lennünk. Így van. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, nem sokára a híradó, velem pedig a jövő héten a szokott időben találkoznak. Minden jót, a viszontlátásra.